A zene a lélekről szól, a lélekről mesél. Sokféle stílusú zene létezik, de a hangok rendszere és világa azonos, melyet földrészenként, sőt népcsoportonként másként szólaltatnak meg, mégis olyan nyelv, mely szavak nélkül teremt kapcsolatot és köt össze néha csak néhány percre, akár egymást nem ismerő emberekkel is. És ez a legcsodálatosabb benne. Balogh Kálmán a talán legmagyarabbnak kikiáltott hangszer a cimbalom világszerte elismert művésze. Sokszínű zenei világot teremtett az autentikus roma népzenén át a könnyebb műfajig. Amit csinálnak, igazi világzene. Én a saját gyerekkoromnak a inspirációit gyűjtöttem össze, tehát amikor én 12 évesen már játszottam egy táncegyüttesnek, a Miskolci Avas Táncegyüttes zenekarában, rengeteget utaztunk az országban és külföldön is, és akkor láttam, hogy milyen sokszínű muzsika van a világon a cimbalom részére, cimbalmosok számára, tehát nem csak magyar cimbalom van, hanem ugye szerte a világban, akár Nyugat-Európát nézem, akár a kelet-európai népeket, hogy nagyon sokféle muzsika van, és ezeket én nagyon megszerettem, és azon kívül meg ugye a 70-es években azért minket már nagyon sok popzene és jazz influence is, tehát ilyen behatás ért, és ezért ezek így valahogy mind összejöttek, és egy olyan zenekart szerettem volna összeállítani, rájöttem, hogy hú, hányféle zenészen muzsikált, amely különböző stílusokban van muzsikának, és hogy mi lenne, ha őket összehozom egy csapatban. Na, így született a Gypsy Cimbalom Band. Ez egy ilyen játékos ömlesztés, ebben a folklóra kiindulási alap, és hogy akkor kinek mi jut eszébe erről. Nekem ez a világzene, igen, aztán persze itt különböző irányok és mélységek lehetségesek, úgyhogy ezt majd csak az utókor dönti el, hogy melyiket szerették, vagy melyiket nem. Alapvetően a magyar népzenére épül a Gypsy Band minden dala, de Balogh Kálmán arra törekszik, jelenjenek meg azok az áthallások, melyek a műfajok különbözőségét teszik a színpadra. A zene nyelve az egységes, tehát hogyha legalábbis ezt az európai kultúrát nézem, és ennek a kisugárzását, ugye egészen Észak-Amerikáig, vagy itt a kelet-európai ország, mert amikor elkezdődik kelet, amikor az oktávot már nem 12 félhangra osztják, hanem sokkal kisebb hangokra, és 16 vagy 17 vagy 20 valamennyire, akkor ott ez egy másik fajta értelmezés, de az a világ, amelyik azt mondom, hogy európai kultúra, ott a zenei struktúrák, szerkezetek, a hangzó képletek azok ugyanazok, a skálák, az akkordok, és igazából a stílus a különbség. És mindig ez a stílus különbség érdekelt, hogy ott milyen áthallás van. Ennek alapján meséli, megtörtént egy fesztiválon, hogy egy teljesen idegen zenekar egyik tagja beszállt a Gypsy Bandbe. Olaszországban játszottunk, de egy osztrák fúvószenekar. Mi játszottunk ez egy kocsma volt, egy koncert, és ahogy játszunk az egyik számot, ez csak egy másik trombitás a nótánkba belezenélt, és teljesen jól. Tehát, hogy ő nagyon megcsípte ezt a hangot, és egyszerűen kialakult egy párbeszéd. Ez lehetséges. Szerintem az alapérzék szervek jól működnek ennél a zenekarnál. Egyszerűen mindenki érzékeny, egyszerűen nem. Ha valaki másfele megy, vagy tempót vált, akkor azt követik. Tehát nem kell külön extra figyelem, nagyon érzékenyen reagálnak a srácok mindenre. A ma a cigányzene már régen nem olyan népszerű, az emberek, a generációk már nem ismerik, nincs olyan igény, tehát nem tudják, hogy ez a nóta, vagy az a nóta, vagy ez a csárdás, ilyen igény már alig van. Az emberek úgy szeretik, érzik, jó ritmus van, kellemes dallam van, oké, de a cigányzene, mint olyan fogalom, ma már messze nem
az, ami régen volt. A cigányzének olyan becsülete és respektje volt a környező országokban is, hogy hihetetlen nagyszerű zenekarok, mondjuk délvidéken játszottak magyar nótákat, mondjuk tambura zenekarok, vagy fúvó zenekarok. Tehát, hogy ez egy olyan tiszteletnek örvendett, tehát nem csak a nagy közönség, a hallgató, hanem még a különböző zenei kultúrák is ennyire megbecsülték egymást. Tehát, hogy ez ma már azért ez kopik ki a világból, tehát ez nem így van.